Mostanra teljesen világos lett, hogy az Orbán kormány gazdaságpolitikája csúfosan megbukott. A Fidesz képtelen teljesíteni ígéreteit, nem csökkent a munkanélküliség, szinte áll a gazdaság, sok százezer ember fizetése csökkent. A kormány kapkod, és minden lépésével egyre nagyobb bajt okoz. Kezdte az eseményt Gercsmár Ferenc veszprémi önkormányzati képviselő. Ez zsákutca, amiből csak egy gyökeresen új program vezetheti ki az országot. A zöld fordulat, mondta. Jövő héten hétfőn fogjuk elkezdeni az aláírásgyűjtést. Alapvetően itt a Kossuth utcán a posta előtt lehet minket megtalálni. És hát ez az aláírásgyűjtő ív gyakorlatilag arra szolgál, hogy megtámogassuk ezt a petíciót, amit a lehet más a politika a parlamentben be kíván nyújtani. És próbálunk nyomást gyakorolni a Fideszre arra vonatkozóan, hogy változtassa meg ezt a politikát, ami véleményünk szerint elég erőteljesen a zsákutca irányába visz bennünket. Csébi Géza választmányi tag sorolta a problémás területeket, az egykulcsos adórendszert, az új munkatörvénykönyvét, a paksi atomerőmű bővítését, az oktatás átalakítását, a devizahitelesek gondjait. A zöld fordulat elemeiről is szóltak a megjelenteknek. Mi az egy kulcsos adó helyett egy több kulcsos adó visszaállítását javasoljuk, amely véleményünk szerint jóval igazságosabb. A devizahitelesek megsegítésére mi egy nemzeti ingatlan alap felállítását javasoljuk, illetve egy kamat plafon felállítását, ami véleményünk szerint ténylegesen a rászorulóknak fog segítséget nyújtani. Egy általános 4%-os járulékcsökkentést javaslunk, ami a munkaadókat motiválja arra vonatkozóan, hogy ténylegesen új munkaerőt vegyenek föl. Ezt egy zöld munkahelyteremtő programmal szeretnénk kombinálni. Mi nagyon fontosnak tartjuk az oktatást, tehát a béremelést szeretnénk elérni az oktatásban. A családi pótlék emelése, az óvodai, bölcsődei férőhelyek növelése, közösségi rendőrség felállítása, a zöldségek és a gyümölcsök áfájának csökkentése a további pontok a zöld fordulatban. Az LMP a fővárosban és a megyeszékhelyeken kezdi meg az utcai aláírásgyűjtést.